8 évvel ezelőtt az aranycsapat egykori játékosa Buzánszky Jenő kezdeményezésére hívták életre az Ovi Sport közhasznú alapítványt, amelynek célja, hogy megszerettesse a sportot az óvodás gyerekekkel. Ehhez nyújtanak segítséget az Ovi Sport pályák, amelyekből már 14 van Nyíregyházán, és további 15 a megye más településein. A labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda mellett egyéb sportágakra is használható létesítmények közül kedden a Kertvárosban, a Stadion utcán is orosan vehettek birtokukba egyet a gyerekek. A beruházás költségének 30%-át az önkormányzat állta. Évről évre egyre több és több a hozzánk benyújtott pályázat, egyre nagyobbak és nagyobbak az igények, egyre több óvoda szeretne részt venni a programban, és nem csak Magyarországon, hanem határon túl is. Ugye számos határon túli óvoda is bejelentkezett, hogy szeretnének részt venni a Nemzeti Ovisport programba, ha már ugye nemzeti programról beszélünk, és a miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor alapnak köszönhetően lehetőségünk is volt 4 pályát építeni Kárpátalján, és egyéb támogatóknak, szponzoroknak köszönhetően pedig Tusnádfürdőn is átadtunk egy pályát, hamarosan a Vajdaságban Ruzsa Magdolnával fogunk átadni egy Ovi Sport pályát. Felvidéken is van már egy pálya a Sej János Egyetem gyakorlóvodájában. Az alapítvány elnöke elmondta, hogy az első évben 33 pálya készült el, a 2018-19-es TAU évben pedig 70 pályát építenek. Az orosi Ovi Sport pálya a 3500. volt az országban. Ezek a legmodernebb lehetőséget biztosítják arra, hogy a gyerekek mozgáskultúrája javuljon. Nyilván nem élsportoló képzés folyik itt, de az utánpótlásnak már lehet egy első köre ez. Fontos az, hogy együtt játszanak, együtt megtanulnak játszani, ezt is segíti, és különböző sportágokat ismernek meg, foci, röplabda, kosárlabda, kézilabda, és különböző, mint most is megy, ilyen társas versenyek. Nagyon-nagyon szeretik, mind az eddigi 11 óvodában volt, ezt kaptuk vissza, hogy gyerekek imádják, óvónők is, ugye az óvónők külön képzést is kapnak, ők tanítják őket. Molnár Andrea hozzátette, az országban 4500, a határon túli magyar lakta területeken 1500 óvoda van, így még rengeteg helyen szeretnének ovisportpályákat építeni.